Háztartási elektronika, polisztirén és műanyag palackok. Több méter magasan szinte eltorlaszolják a Bódva folyót, Szepsitől néhány kilométerre. A víz megkerülni nem tudja a szeméthalmot, így alatta próbál meg átfolyni. 20 méter hosszan, másfél helyenként, 2 méter magasságban összefüggő pillepalack és egyéb hordalék már összeköti a folyó két partját. A szeméthíd napok óta emelkedik és hosszabbodik. A szlovák karszt természetvédelmi terület határán a látvány egyedi és egyben elszomorító. Szepsi városa és Jászók között félúton találjuk ezt a nem mindennapi látványosságot. Emberektől távoli ez a természeti hely, a látvány mégis másról tanúskodik. A szemét jelentős része a jászói roma telepről jön. Itt is tonna számra áll a szemét a folyópartján, arra várva, hogy egy nagyobb áradás tovább vigye könnyű utasát. Volt olyan év, hogy a jászói önkormányzat 800 tonna hulladékot szállított el egy ütemben a Bódva partjáról, de mindebből a délebre élők nem sokat észleltek. A 2000 fős, hátrányos helyzetű jászói közösség a 3200 lakosú nagyközség szélén még mindig hatalmas mennyiségű szemetet termel. Az önkormányzat vagy gyenge, vagy pedig tehetetlen a látottak alapján, pedig gyakran civil aktivisták és közhasznú munkások is segítik az önkormányzat takarítási munkáját. Metszenzéf és Jászó a Bódva 35 kilométeres szlovákiai szakaszának a felső felén fekszik. A folyóparti cigánytelepek nagyszabású takarításából a délre fekvő települések szinte semmit nem észlelnek. A felgyűlemlett szemetet ugyanis útközben hol lerakja, hol pedig tovább viszi a víz. Tehát lehet nagy takarítás után csak 2-3 hét múlva jelenik meg a szeméttömeg egy kiadós esőzés után. A szepsi városi önkormányzat, illetve a képviselőtestület korábban már foglalkozott az áldatlan állapottal, de nem sokat tehetnek. A Bódva medre ugyanis nem önkormányzati tulajdon, a szemét pedig folyamatosan és zavartalanul tonna számra úszik le észak felől. Egy 1939-es turisztikai kalauz a Bódva folyó tiszta vizét és gazdag állományát méltatja. Közel 80 év elteltével mi semmi hasonlóról nem tudunk beszámolni innen a Bódva partjáról. Információink szerint a Bodrog-Herna átfolyam szabályozási vállalatnak, ami alá a Bódva vízgyűjtő területe is tartozik, nem prioritása a meder takarítása. Fő feladata közé tartozik, hogy a mederben a folyam átfolyása biztosított legyen. Tehát az esetleges torlaszokat, kidőlt fákat kell eltávolítaniuk. Esetünkben igaz, hogy a víz átfolyik, és csak idő kérdése, mikor szűnik meg a szeméttorlasz, hisz egy kiadósabb tavaszi eső utáni áradás biztos megbontja a szemétszigetet, és rövid időn belül a Bódvából el is tűnik, és Magyarországon a Sajó-Szentpéter melletti Bódva falunál belőlik a Sajóba.